Sziasztok! Ma ismét egy eBay-es haul videóval jelentkezem, tehát azokat a dolgokat fogom nektek bemutatni, amiket az eBay-ről rendeltem az utóbbi időszakban. Az előző videómban már elmondtam, de azért elmondom most is, hogy minden egyes tárgyat, amit most be fogok nektek mutatni, belinkelek a videóm alatti infoboxba, illetve aminek a linkje már nem elérhető, azoknál keresőszavakat fogok beírni, hogy hogyan találjátok meg ezeket a cuccokat. Az első dolog az ez a denevéres matrica. Amint láthatjátok, már hiányzik belőle néhány. Igazából én nagyobbra számítottam, de ezzel a mérettel sincsen baj. Úgyhogy tök jó, én az ajtónkra tettem ki belőle, és nagyon jól ragad. Egyébként nem papírból van, hanem PVC-ből, úgyhogy egy fokkal jobb, mint a papír lenne. És én egyébként meghajtogattam a szárnyukat, hogy egy picikét 3D-sebbek legyenek, és csak a testüket ragasztottam hozzá az ajtóhoz, így a szárnyuk így eláll, és szerintem az úgy tök jól néz ki. És ez olyan 2-300 forint körül volt, szerintem nem rossz ár, de igazából ez olyan dolog, amit meg lehet csinálni házilag is tök olcsón. A következő dolog az ez a pókháló, ami szintén olyan 2-300 forint körül van, és nagyon-nagyon-nagyon nyúlós. Tehát egy kis zsákból, kb. Ilyen ekkora zsák volt, abból egy elég nagy pókháló jön ki, és most így eléggé sűrűnek tűnik, de nagyon szét kell húzogatni, és akkor tényleg ilyen vékony szálak lesznek belőle, ami tök jó. És majd mutatom, hogy hogy néz ki élőben, mert ide föl van téve nekem egy fára már. A következő Halloween dolog, ez a kis koponya, ami szintén olyan 300-400 forint körül volt, és ez világít, ráadásul többféle színben fog világítani, és az a szerencséje, hogy ez elemmel érkezett, úgyhogy szerintem nagyon megérte az árát, kicsit bénán van kifestve, de hát kit érdekel. Úgy valami zörög benne, de nem tudom mi lehet. Most nem hallatszódik annyira. A következő dolog, ami még kapcsolható a Halloweenhoz, bár én igazából ezt a barokkesküvőre vettem, és ott volt ez rajtam, és ez még nyáron volt, szóval már megvan egy jó ideje, az nem más, mint ez a kis tündefül. Azt hittem, hogy egy ilyen tündefül baromi drága lesz, és nem is igazán nézelődtem a neten, hogy mennyiért lehetne megvenni, azt mondtam, jól van, nem kell nekem ilyen, hát biztos drága, de aztán valamiért mégis rákerestem, és kiderült, hogy ilyen 2-300 forintért meg lehet venni, úgyhogy én nagyon örültem. Egyébként könnyen fel lehet tenni a fűre, és tök jól ott is marad. És hogyha nem vagytok benne olyan biztosak, akkor még lehet rátenni szempillaragasztót is, és akkor biztos, hogy nem fog leesni. A következő dolgot most nem fogom nektek már bemutatni, mert ki van rakva díszítésként. És ez nem más, mint egy kis lampiom. Ez többféle mintában volt, és én a denevéreset választottam, ami lila, mert tök jól beleillik a szoba színébe, úgyhogy gondoltam, legyen ilyen. De volt tökfejes, meg nem is tudom, milyen minták voltak még. Én megláttam a denevéreset, és mondom, ez kell nekem, úgyhogy nem válogattam túl sokáig. És egyébként ez elem nélkül érkezik, nem úgy, mint a kis koponya. Olyan 480 forint körül volt, és én szerintem megérte. Na hát nagyjából annyi Halloween-es dolgot rendeltem, most térjünk át a többire. Az egyik egy ilyen csipke nyakavaló. Ugye ez már volt az előző videóban, hogy hasonlót rendeltem, csak az sokkal nagyobb volt és sokkal díszesebb, viszont ezt most másra szeretném felhasználni, ez is kreatívkodáshoz lesz. Egy ilyen koronaszerűséget fogok belőle csinálni, de majd nyilván ezt is látni fogjátok, hogyha nem csinálok róla videót, akkor majd képeken, vagy videóban rajtam láthatjátok. De még az is lehet, hogy lesz belőle tutoriál, még nem tudom, még nem döntöttem el. És az olyan 300-400 forint körül volt, nem tudom. Még úton van egy hasonló, picit más mintázattal, és biztos vagyok benne, hogy tök jó díszt fogok tudni ebből csinálni. Úgyhogy nagyon örülök neki. A következő még egy nyaklánc. Egy ilyesmi nyakláncot már rendeltem, de szerintem az nem szerepelt a videóba, mert túl régen rendeltem ahhoz. Ez egy aukción volt éppen, és 110 forintért tudtam leütni az aukciót, és szerintem megérte. Amúgy se kerülnek sokkal többe ezek a kis nyakláncok, de olyan szép, és szerintem teljesen megéri ezt a 110 forintot. Úgyhogy én tudom ezeket ajánlani, mert
tényleg jó a minőségük is, meg szépen is néznek ki. A következő dolog egy ilyen kis sminkes szivacs, ami 300-400 vagy 500 forint körül van, nem tudom, és többféle színben lehet kapni, illetve kétféle formában is lehet kapni. Én úgy gondoltam, hogy először kipróbálom ezt a klasszikus formát. Ez igazából egy márkás sminkszivacsnak az utánzata, de én megmondom őszintén, hogy egy ilyen szivacsért nem fizetnék több ezer forintot, úgyhogy nekem ez teljesen megfelel. Egyébként ki van mosva, de mégis úgy néz ki, mintha teljesen alapozós lenne, pedig direkt ezt a bőrszínű verziót választottam, hát ha nem fog annyira meglátszani benne az alapozó, mert láttam mások videóiban, hogy nekik ilyen magenta színű van, és azon nagyon elütött az alapozó színe, és elég csúnyán nézett ki, de hát ez se sokkal jobb, még így is, hogy nincs túl nagy különbség a két szín között. Nagyon szépen el lehet vele dolgozni egyébként az alapozót, bár én nem rendes alapozót használok, hanem csak BB krémet, de akkor is szerintem nagyon jól működik, nekem bevált. Igazából attól tartottam, hogy a sok mosás miatt hamar szét fog repedezni, vagy széttörni, vagy elkezd mállani, mert az ilyen szivacsoknál az is elő szokott fordulni, de eddig jól bírja. Már vagy 2-3 hónapja használom, nem is emlékszem, szerintem még nyár végén érkezett valamikor. Úgyhogy én teljesen meg vagyok vele elégedve. A következő két dolog megint két matt ajakrúzs. Igazából ugyanaz történt ezekkel, mint az előző kettővel, tehát az egyik jó, a másik kevésbé. Ugye mondtam nektek, hogy ami fekete volt az előzőek közül, az nem túl jó, és az volt az ilyen extrém színes skálán. Itt ez a sötét lila volt az extrém színekből, és szintén nem jó, de ez a pirosas rózsaszínes nekem nagyon bevált. Igaz, nem olyan tartós, mint a barna, de mégis elég jó. Nagyon szép élénk színe van, de ennél azért már érezhető, hogy több réteg kell. De nem is az, hogy több réteg, hanem csak nehezebb olyan szépen eldolgozni. De megoldható, és nagyon nehezen lehet lemosni egyébként. Úgyhogy ezt inkább érdemes megvárni, míg lekopik. Nagyon lassan. A másik pedig ez a lila. Ez egy jó sötét lila, ebből tényleg már több réteg kell, hogy ne legyen foltos, de szerintem ez úgy általában a sötét színekre igaz szokott lenni. És ezzel is az volt a bajom, ami a feketével, hogy repedezik, és így le lehet szedni darabokban, szóval ez nem olyan jó. Egyébként várok még egy másik típusú ilyen festéket is, illetve folyékony rúst, hát remélem, hogy ez be fog válni, mert az pedig egy sötét barna lesz. A következő dolog ma érkezett meg konkrétan, még nem volt időm kipróbálni. Ez egy kutyafogkefe, amit az újra fel lehet húzni, és akkor úgy lehet megmosni vele a kutyafogát. Ez a kutyafogmosás nálam nem egy ilyen őrült hóbort vagy ilyesmi, hanem az állatorvos mondta, hogy most nem kéne a kutyafogait, mert hátul már fog köves neki, úgyhogy jó lenne minél inkább a megelőzésre koncentrálni, úgyhogy mostantól fogat fogunk mosni. Egyébként úton van még egy fogkefe, de az már rendes kis nyeles fogkefe, olyan, mint hogyha egy gyerek fogkefe lenne. Ez kb. 210 forint volt. A következő dolog, ez a cuki cicás lábtörlő. Hát én már nagyon vártam erre, és nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen lesz, de hát nem olyan sajnos, mint amire számítottam, és épp ezért nem is lehet úgy használni, ahogy szerettem volna használni, tehát én ezt ki szerettem volna tenni a bejárati ajtónk elé, és akkor jó lesz majd lábtörlőnek, de sajnos nem, mert ez annyira puha, ilyen rendesen püssös anyagból van, és szerintem ez nem bírná túl sokáig a lábtörlést, és nem is szívesen törölném bele a lábamat, mert annyira aranyosak ezek a cicák. Úgyhogy ezt így inkább ilyen beltéri lábtörlőnek ajánlanám. Nem tudom, hogy kinél szokás, de otthon nálunk Győrben minden szoba előtt volt lábtörlő, de abban nem igazán töröltük lábat, az csak úgy ott van dísznek, szóval az nem olyan, mint hogy belépés előtt így jó erősen beletöröd a lábadat, hanem csak az úgy ott van, és akkor egy dísz, meg úgy jól néz ki, meg mit tudom én. Szóval olyannak szerintem még ez is jó lenne, illetve akár fürdőszobai kilépőnek.
De tényleg ez az anyag annyira kis puha, meg olyan kis semmilyen, hogy nem is tudná letörölni szerintem a cipőről a koszt, úgyhogy inkább dísz. És ez 1300 forint körül volt. Egyébként ezt több méretbe lehet kapni. Nem tudom pontosan a méreteket, de úgy van, hogy ami ennél nagyobb, azon 4 macska van, és ami még annál is nagyobb, azon meg 5 macska van. Szóval nagyjából ekkora lehet, nem tudom. Próbáljátok meg hozzáképzelni még 2 macskát. A következő dolog egy újabb platformbakancs. Igazából ez még rögtön megérkezett az első videóm után, úgyhogy éppen ott csak nem került bele. De nem baj, most már legalább tudok tapasztalatot is mondani róla. Ezzel a bakancsal ugyanaz történt, mint az előzővel, tehát a sarka nagyon hamar lejött, viszont elég jól megragasztottam, úgyhogy csak egy picit mozog, de majd kelleni fog neki még egy ragasztás, mert csak egyszer ragasztottam meg. És ez baromira kényelmes, akár hiszitek, akár nem, tök kényelmes. Még majd fogok csinálni egy olyan összehasonlítást, hogy egy acélbetétes bakancshoz képest ez milyen nehéz, mert többen is kérdezték már, hogy nem nehéz ez a cipő, nem nehéz ezt felemelni és járni benne. De abszolút nem, szerintem teljesen jól megszokható. Kényelmes benne járni, azt leszámítva, hogy egy kicsikét a sarka keskeny, tehát hogyha rálépsz egy kőre, akkor azért így billeg a lábad, de hogyha ezt megszokod, akkor nem fogsz pofára esni, meg semmiért. Én egyetlen egyszer estem el benne, és ez a legelső hordásnál volt, és konkrétan lezúgtam a lépcsőn. Vicces volt, de utána napokig fájt a fenekem, és szép lila folt is lett rajta. De szerintem ez még belefér, igazából érdemes otthon gyakorolni, mielőtt kimész az utcára egy ilyen cipőben. A minősége is teljesen jó, leszámítva azt, hogy a sarka az úgy könnyen lejön és vissza kell ragasztani. Én ezt 12 000 forintért vettem, és mivel szétjött a sarka, és ezt meg is mutattam az eladónak, ezért visszatérítette az árának a felét, úgyhogy gyakorlatilag ugyanaz volt, mint az előző ilyen platform cipővel. A következő dolog, amit már nagyon régóta meg akartam rendelni, azok ezek a kis rózsafejek. Kreatívkodáshoz tökéletes, és ezek csak fejek, tehát nincsen hozzájuk semmilyen szár, és nem csokorban érkezik, hanem csak maguk ezek a kis fejecskék. Viszont fel lehet tenni csokor alapra is, mert van rajtuk luk. Ebből 20 darabos csomagot találtam, és elvileg 7 centisek ezek a kis rózsafejek. De nem csak a Halloween-re készültem ennyire, hanem már a karácsonyra is elkezdtem készülődni, úgyhogy rendeltem néhány rugós süti kiszúrót. Ezek azért jók, mert tök jól ki lehet vele szúrni a sütit, és akkor utána ki is lehet a formából könnyen nyomni, nem ragad rá, meg nem ragad bele, úgyhogy tök szépeket lehet vele csinálni. Ezt a hópehes szettet vettem meg, mert tavaly anyósom áthozta az övét, és nagyon megtetszett, sok szép díszt csináltam vele, és szerettem volna ebből egy sajátot, hogy ne kelljen mindig kölcsönkérni, ha esetleg ilyet szeretnék csinálni. Úgyhogy tökre örülök neki, ez olyan 3-400 forint körül volt, és többféle minta is van, láttam például pillangósat, leveleset, meg ilyen karácsonyiakat is, de voltak egyszerűbbek is. És 3 darab van egy csomagban, de van néhány, amiben 4 darab van, mindegyik különböző méret, tehát nem két egyforma, hanem kicsi, nagy, közepes, stb. Szóval én ezeket nagyon tudom ajánlani. A következő, amiből semmit nem fogtok látni, az a kis vámpírfogam. Na hát ezzel egy kicsikét megszívtam, mert igaz, hogy passzol a fogamra, meg jó minőségűnek is néz ki, és direkt nem a legolcsóbbat vettem meg belőle, hanem olyan 1100-200 forint körül volt, de nem bírom felragasztani a fogamra, mert hiába ragasztom rá a műfogsorragasztóval, egyszerűen nem maradott, viszont a szám össze-vissza ragadt, de ez nem maradott. Úgyhogy hát majd megpróbálunk valamit kitalálni. A szomszédunkban egy fogorvosi rendelő van, úgyhogy ha semmit nem találunk ki, akkor szerintem majd őket fogjuk megkérdezni. De szerintem amúgy nem rossz, szóval, hogyha valaki tud erre egy jó megoldást, akkor nyugodtan vegye meg. Egyébként meg inkább olyat vegyetek, amihez jár hozzá ragasztó, és akkor biztos nem lesz ilyen problémátok.
Na hát ennyi lett volna már ez a kis eBay haul videó, remélem, hogy tetszett, és köszönöm, hogy megnéztétek, és csekkoljátok le az infoboxot, mert ott lesz minden információ. Sziasztok!